ablakai. Kerítésrácsai. Életterek, ma már nem használt, de múltat idéző tárgyak, eszközök. A jelen színes teregetései. Elsárgult írásos üzenetek. Aknatemetők, egy véglegesen lezárt aknaszáj, a kétnyelvű bányászvilág idézete, víz alatt lélegző történelem. A létezés, a túlélés tárgyai, csipkés aknavárak. A jelenben rejtett bányász rege, mit befejezni kényszerült az abba hagyhatatlan jelen. Akna obeliszkek, talán a 11-es. Címeres csonka gondolat. Sárgult emlékhagyaték. Aknaszáj, mely a mélybe követel figyelni. A fából lévő, s a szíved utánzó teremtő barát. Elhagyott kerítés jövőt mutató bélyege. Égbeszökő, lombhult a fák óvásába takarózó vasakarat. A mindent tudni vágyó ember vakont kémes kútjai, akik felett megállt az idő. S a jelen gördülő csilléjé, mind a tatabányai bányászat múltja jelen relikviái. Ez a film a jelenben készült. Szálljunk le együtt a múltba emlékezni, a mélybe megmutatni a tatabányai bányászkodás arcát, harcát. A film emléket állít egy bányamedencének, amely 90 éven át volt gazdája az itt lakó embereknek, felkínálva a túlélés energiamagvát, melegítve, fűtve, világítva, izzadságcseppeket varázsolva az élni akaró ember homlokára. A film nem történelmi felsorolás, csak portré a tatai medence egyre apadó, egyre mélyebbre hívó, nehezen megfogható veszélyek mögé rejtőző kincsért, a szénért küzdő ember arca és harca az elemekkel, az anyaggal, az örökös megújulni tudással, korszerűsödő technikával. Thank you.
1896. december 24. A Vértes és Gerecse öléből kigördül az első csille szén az egyes lejtősaknából, hogy életet teremtsen. És sorra nyílnak a bányák, mint kaptárban a mély sejtek, egymáshoz tapadva szövik be a föld alatti világot. Arcok, teremtő kezek, és nem állja útját semmi az előrehaladásnak. Sem a háborúk, sem csendőrsortüzek, melynek emléket állít a bányásznap, sem katasztrófák, bányaégés, robbanások, vízáradások. Bányász arcok, emlékeztetve azokra, akik gyászolva, káromkodva, mindig újra teremtették a leégett, befulladt és összeomlott romokon az újat, a korszerűbbet, a biztonságosabbat. Az akarat, mely az embert védi. Az önpusztító gyilkos gáz kiégésétől a biztonsági benzinlámpán túl a mai automatikus gázmérő védőberendezéseké. A jelenben készült. Emlékeztetve egy medence több emberöltős életére, ahol az akarat eszközt teremtett a kérges tenyerű csákánytól, a szénből lett energiával hajtott gépóriásokig, a lóvontatta facsilléktől a rázó csúszdán át, a mindent tovaragadó gumiszalagpályákig. Az akarat, mely egyre nagyobbat bírt harapni a föld gyomrába. A fás, kis kamráktól, a tömedékelt széles homlokú frontokon át, az acélerdővel biztosított omlasztásos fejtéseket követő, önjáró acélkolosszus gépóriások mai szélmarásáig. Eszkabódétól, a három falutól és bányateleptől, terekkel, parkokkal, temetőkkel, utakkal, hidakkal összefércelt városon át, a turul szárnyai alatt ágaskodó épületóriásokig. A film lezár egy korszakot. 25 aknaüzem és 4 külfejtés adta, ontotta a szelet, az egyre kristályosodó tudással, bátor verejtékkel önmagába hordva a megújulás, fejlődés kulcsát,
ember teremtette jelenét, az utódok jövőjét. Most letelt az utolsó műszak. Kigördül az utolsó csille, a medence utolsó ajándéka. A jelenben készült, de a jövőt élteti, és él a város, lüktet, a jelennel tovább él a múlt, a medencén túli nagybányák bübörgése. Köszönet és tisztelet a tatabányai szénbányászoknak. Jó szerencsét!